Ez az idézet így le van fordítva a szlovák sangol és pozsonyba köztéren eddig nem szerepelt. Sem. Az 1919-es eseményeket felidéző Jankovics Marcel írás is része annak a szabadtéri kiállításnak, amely pozsony száz évvel ezelőtti történéseit örökíti meg a fővárosban. Az úgynevezett pop-up tárlat 30 panelen keresztül azt az időszakot eleveníti fel, amikor száz éve az addigi pozsonyból a csehszlovák köztársaság megalakulása után Bratislava lett. Az érzékeny történelmi kor eseményeit régi újságok, feljegyzések, korabeli írások és visszaemlékezések alapján mesélik el a járókelőknek három nyelven: magyarul, szlovákul és angolul. Azért választottuk ezt a formáját is a, a, a kiállításnak, hogy nem egy hagyományos, egy ilyen történeti bemutató, egy hagyományos panelkiállítás, hanem konkrétan a az autentikus forrásokra, a visszaemlékezőknek az emlékeire koncentráltunk, és három nyelven szerettük volna bemutatni ezeket a szövegeket, és ami nagyon fontos az, hogy most innen angol nyelvre is lefordítottuk a a, a, kiállítás tartalmát. A kültéri kiállításon bemutatják azt az időszakot is, amikor a csehszlovák legionáriusok 1919. februárjában a megszállás ellen tüntető zömében magyarok és németek közélődtek. A pozsonyi sortűzben sokan életüket vesztették. A tárlat szervezője a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. A 19-es események nem csak magyar események voltak. Természetesen a magyarok ezt elsősorban keserű tapasztalatként élték, meg hatalmas gyökeres változást jelentett itt a magyarság életében. A csehek-szlovákok pedig régi álmaik egyfajta beteljesüléseként prezentálták később, de már 1919-ben is. Úgyhogy ezt a sokféle módot a magyar, a szlovák, a cseh szempontot egyaránt igyekeztünk beemelni ebbe a kiállításba. Éppen ezért a paneleken a járókerők elolvashatják a korabeli magyar értelmiség feljegyzéseit. megszólal a szlovák történész, de idéznek egy egykori cseh legionáriust is, aki 1921-ben látogatott Pozsonyba és leírta a tapasztalatait. A szervezők az érzékeny témához igyekeztek úgy hozzányúlni, hogy a paneleken minden érintett igaza vagy vélt igaza érvényesülni tudjon.